A szombat délután a kerékpárról szólt Nyíregyháza belvárosában. A 900 méteres pályán a korosztályos futamokkal indult a program, majd az amatőrök után következett az elitmezőny. Nyíregyháza nagydíjáért 45 kilométert tekertek a profik. A győzelmet a cseh Daniel Babor szerezte meg, a román Krisztián Máriusz Petra cseh és a magyar Pályi Csaba előtt. A díjátadó Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy jövőre rangos verseny házigazdája lesz a megyeszékhely. Elnök úr, engem kért meg, hogy én jelentsem be, hogyha minden jól van, következő évben 1928 óta először Nyíregyházán lesz egy olyan verseny, ami azóta sem volt, ez pedig az országúti junior világkupa. A versenyigazgató szerint a lebonyolítással minden rendben volt, de a júliusi V4-ek verseny és a jövő évi világkupa jóval nagyobb feladatot ró majd a szervezőkre. Ennek a háztunk körüli versenynek a lebonyolítása, ez gyakorlatilag 25-30 embernek a munkája, és nem kis munkája, de ez egy teszt volt, mert ugye a júliusi V4 versenynek ez a logisztikai feladat, ez körülbelül a 10-szerese lesz. A jövő évi pedig annak a 5-6-szorosa. A nyíregyházi versenyen jelen volt a kétszeres Giro d'Italia győztes Gilberto Simoni is. A Giro utazó nagykövete elégedett volt a látottakkal. 200 éves a kerékpár. Nekem tetszett ez a mai verseny, remélem egy hosszú sorozat nyitányát láthattuk Nyíregyházán. Fontos, hogy a sportág közel kerüljön az emberekhez, minél többen megismerjék, és egy ilyen verseny erre nagyszerű alkalom. A V4-ek versenyt július 20-án és 21-én rendezik a megyében. A 2020-as világkupa viadal időpontja a jövő évi versenynaptár összeállításakor derül majd ki.